Minden idők, vagy legalábbis az én fennállásom talán legbizarrabb csoportesztje következik. Tényleg ez egy annyira vegyes vágott, és annyira össze nem illő dolgok vannak itt egy rakáson, hogy amúgy normális esetben nem hoznám ezeket össze. Nem gondoltam volna, hogy ez ria-ria sör felkelti az érdeklődéseteket. Sokan kommentelték, hogy na mi van már, meg mi, meg hogy, meg merre, meg hányos a kabát, meg mi ez, meg hogy vajon ez most azonos-e a magyarok sörével, az Orgoványi Akpedó Kft. Rémtettével? Nem, egyáltalán nem. Annyi van csak, hogy az az alcíme, hogy ria-ria, a magyarok söre. És hát engem is elkezdett érdekelni, hogy mi az ördög ez, és nézem, mi ez, Prémium Magyar Sör Kft. És hát Váci út 83. És Váci út 83, mi van a Váci út 83? Hát a First sörfőzde, ugye az egyik legjobb, magyar nem is olyan kicsi. Sörfőzde, egyébként ők csinálják a egykori budavári, most már belvárosi sörfesztivált, amelyen egyébként mellékesen bemutatkozott ez a Fruity mangóipa, meg ez az Áfonya él, szintén Fruity, és nem voltam a belvárosi sörfesztiválon, de ott volt még egy külön pavilonja, ez nagyon beteg tényleg, tehát ebből még mindig csak lábadozok. A Szia Uram nevű, hát nem tudom minek nevezem, sörkülönlegesség, tehát ez a lakossági craft mondjuk, mint kategória, az benne a szép, hogy egyfelől Szia Uram kicsit próbálja eltávolítani ettől a neres köszöntéstől, tehát szerintem az ilyen neres vendéglátóipari intézményekben megy legjobban ez a szia uramozás, tehát mondjuk, vagy a Liszt Ferenc téren is, hát talán ott azért nem, tehát egy menzán talán jobb ízlése van a személyzetnek, de van egy ilyen cilinderes illető, pedig hát ezt nem a cilinderes illetők mondják ezt a szia uramot, hanem a nermellényes illetők szia uramoznak, Bayer Zsoltitól, én nem is tudom, az utolsó Szijjártó Pereputyig, Prémium Magyar Sör Kft., Budapest Váci út 83, úgyhogy nem tudtam más tenni, fölhívtam First Gergőt, hogy hello Gergő, volna itt ez a magyarok sere, meg szia uram, meg Fruity, és hát írtózatos hímözés, hámozás volt, hogy ez nem First, ez nem First. Aztán már szinte megfenyegettem, hogy kiugrok egy poligráffal, hiszen a közelben lakom, és majd rákötöm, és megkérdezem, hogy mondd csak Gergő, nem tűnt fel, hogy nálatok ott az irodába vagy a főzdébe beköltözött egy teljesen ismeretlen sörfőzde? És hát Gergő megvallotta férfiasan, hogy igen, ezek igazából az ő cuccaik, de nem akarják, hogy összemosódjon a First-tel. Hát ugye, ha valaki épít egy brandet, főleg egy magyar craft márkát, és a First azért elég szépen föl van már építve. A múltkor Józsival a játszótéren benyestük azt hiszem 8-féle ipájukat, hát ipában nagyon erős a First. Mindenféle cuccuk van, szerintem az ipáik a legjobbak, és hát, hogy az van, hogy ezzel a ria-riával, hogy próbálnak egy kicsit ők is, hát hogy is mondjam, nyerészkedni a nemzeti érzületen. Az Orgoványi... Azért a dobozoló gépük be van erő. Lehet, hogy nem is ria-ria, hanem Kádár János sörnek kéne lenni, mert ugye állítólag azt hiszem, hogy Rákosi börtönében volt az, hogy letépték Kádár János körmeit. Oh! Fú, még megvan, ez az. Vannak kommentelők, akik azt állítják, hogy van valami vitamin hiányom, azért ilyen a körmöm, de az is lehet, hogy ezektől a brutális sörös dobozoktól. Na szóval is az a lényeg ebben a magyarok söré, ennek az alcíme, tehát ria-ria igazából, nem összetévesztendő azzal a borzalommal, a magyarok sörével. A söre az ilyen gótbetűvel, pilzeni típusú világos sör, hogy nem kúrja agyon a főzdét egy meteorit, és... Az lesz a tippem. Gondolkoztam, milyen pohárba. A széndioxid, de gyönyörűen kigomolygott. Fúj, de undorító már így anyagában is. Persze előítéleteim vannak. Ami, hát, kategóriákkal. Nem mondhatom, hogy kategóriákkal szörnyűbb, mint az Orgoványi Akpedós
magyarok sörre, magyarok sör, mert az nem volt sör, az egy moslék volt. Ez viszont egy szép és kulturált sör. Nekem kicsit furcsa, most van a Spárba 300 forintos akcióban, az szerintem jó, mert az nagyon közel van egy Heinekenhez, és most tényleg vagy rám különösen hat a Covid, és mostanában olyan teltnek érzem a sörök ízét, de ez nagyon malátás, nagyon telt, ezt 3-3-as üvegbe kéne rakni, és akkor elmennek raftnak. Ha, nem tudnak hibázni, Gergőjék. Kicsit tömény. Láger, azt hiszem 5%-os. Mi van? 4,5-es? Lehet, hogy tényleg nálam megtolja az érzékelést a Covid. 4-6, ez nem egy 4-6-os sör, nem tudom, hogy alkohollal hogy áll. Nagyon erős az íze, nagyon erősen malátás, tehát nem pilsz, nem is tudom, írják-e a pilszt rajta. Ez egy erős jó láger, szerintem 300-at abszolút megér, a 400 az már nálam határeset, mert a 400 az már kezd a craft mezőny alja lenni, ez meg egy ennyire ilyen borbásmarcsis, dizájnvilágú, ilyen nem is tudom, vasárnap délelőtti tévéműsor, rettenetes, tehát szélmalom, hát, nem tudom, ez egy fricska helynek ennek, hogy na, köcsök hollandok, ezt nézzétek meg, mit tudunk, de nincs rajta se gémeskút, se... Ja, malomalja! Gémeskút, malomalja, fokos. Igen, lehetne ezt fokozni. Ezek a... Ja, és ezek a papírkoszorok, ja, hogy nem a foci, hanem ez az olimpia. Ah, igen, mert nagyon sokba kerül az 5 karika. Ugye a 4 is, mert azért meg az Audi perelbe, és akkor mi marad? Ez a babérkoszorú ilyen formában nincsen levédve, mert ugye a Fred Perry póron meg más a babérkoszorú, 100% magyar minőség. Nem, ez azért kicsit azért jobb, mint egy átlagos magyar minőség. Hát ez teljesen rendben van. Ez simán lehetne egy német bármi. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Ez nekem egy kicsit fáj, de sokkal kevésbé fáj, mint a magyarok söre. Az orgoványi magyarok söre, mert az tényleg egy szégyen volt. Az áfonya éllel kezdek, kicsit azért tartok tőle, és hát ugye kitaláltak egy külön brendet erre, hogy egyébként valószínű tényleg két teljesen külön közönség vásárolja az ilyeneket, hogy meglátja, azt hiszem ez is most valami Spár akcióban vezették be. Szűrötlen felsőerésztésű gyümölcsös kézműves, kicsit fanya, renyhén édes, blablabla, búzasör alappal készült, vörös és kékány áfonyával megbolondított sör összetevő, búza ámpa, áfonyapüré, homos sörülesztő, kék áfonya, fekete répa. Wow, gondolom az adja a színt. Vörös áfonya kivonat. Nem craft sör fogyasztókra céloznak vele, gondolom én. És azt hiszem, ilyen 450 forint, vagy valami ilyesmi. Azt a mindenit. Innen ráérek szagolni. Szép hab. Jól néz ki. Áfonya, nem is tudom, van-e magyar áfonya sör. Magyar kisüzemi termék. Gergő, ez a pokolba egyszer el kell számolnod ezekkel a stiklikkel. Ez a hajrá, magyarok, ria, Hungária. Létezik ki, hogy magyar kisüzemi termék? Vagy hát ez a zsenialitás, hát érted. A külső Váci úti Elon Musk kitalál ilyen nagyszerű dolgokat, hogy magyar kisüzemi termék, és van egy szív, ugye magyar szív, hab még mindig van. Ez nagyon nem nekem való. Illatos radír. Annak idején az ember megette, és igazából finom is volt. Várj, ennek rendes áfonya íze van. Ez az a
hülye vagyok, ez nem áfonya, ez fekete szeder. Ennek fekete szeder íze van. Van ebben fekete szeder? Áfonya püré, kék áfonya. Áfonya, mondjuk, igazából, hogyha nem látod konkrétan az áfonyát, ez nekem fekete szeder. Áfonya, kék áfonya, kivonat, vörös áfonya, persze azt sem tudom, milyen színű áfonya. Ú, de azért na, a habtartóság az nagyon összejött, és... A megjelenése tökéletesen sikerült, az áfonyásság is tökéletesen sikerült, a sör jelleg nem igazán domborodik ki. Tehát ez egy habos, finom áfonya, szénsavas, habos áfonya lé, bár igazából azt hiszem, hogy egy modern gyümölcsös sörnek ilyennek kell lenni. Mintha egy-két fekete szeder szem megrohadt volna az alján. Úgyhogy tökéletes. Pont így szoktam én is, amikor fölmegyek anyám telke mögött a gulácsra, ott van egy nagy szedermező, és az ember szüretel, és marad az alján egy smás. Na ez egy kicsit érdekesebb. Ez nyilván fiúsabb, hiszen mielőtt a MeToo mozgalom betámad, a nők erősebben érzik a keserűt, és azért az nekik szánt cuccok, tehát ér élelmiszeriparban célozni fogyasztói csoportokra. Ez, hát ha mangó ipa, ide jól néz ki. Ha. Oh. Fruity, kézműves mangós sör, ez a kézműves. Én ezt levenném róla, ezt a kézművességet. Mert hát ugye egyfelől mi az, hogy kézműves, másfelől jó érzésű ember a kézműves szótól legalább annyira dürohamot kap, mint a szia uramtól. Még egy kicsit gusztálgatom itt ezeket előttem. Aj, de szép. Mesterségbelileg oda van rakva. Tehát már ilyen moslékba hajlóan nem áttetsző, hézi, de hát a mangós cuccok ilyenek szoktak lenni. Ennyire olcsó a mangó, hogy többen is csinálnak mangós söröket, csak ez kb. Így fele annyiba kerül, mint a legolcsóbb, tehát 1450-500. Ez durva. Nem mondom, hogy rossz, csak nagyon bizarr. Tehát megvan benne a mangó íz. Kicsit ez műanyagabb, mint a szeder. A szedernek a szaga volt nagyon műanyag, illetve az áfonya. Nagyon gyümölcsös volt már az íze. Ez egy kicsit műanyagabbnak tűnik. De és a végén van egy durva keserűség. Nem tudom, nagyon érdekes, vakteszten becsempénzteim nagyon drága mangós ipák közé, hogy ki lehet-e szúrni. Parasztnak paraszt, mert édes. De ilyen drágább, nagyon gondosan kitalált, de jól néz ki még mindig, ezt szeretem, hogy ilyen stabil a hab. Nem tudom, hogy az ilyen 1500 forintos mangós ipák közül ki tudnám-e választani. Nagyszerű koncepció, mert azt hiszem, hogy strandon, tehát én nyaralás strandon tökéletes, mondhatni fantasztikus az időzítés most, hogy így bejött az október, de... Egyáltalán nem szégyen teljes a cucc, de valószínűleg én se first néven hoznám ezt ki. Ugye, hogy durva? Ez hogy, ilyen megcsavarós íz. Hogy az édes, aztán jön a dír-dur. Szia uram, uram Isten. Kicsit olyan a design, mintha egy új lenyomat is volna rajta, de a modern bűnözésben az új lenyomat már nem játszik szerepet, úgyhogy lehet, hogy nem azért. És egy elmondat, hogy inni tudni kell, de ez a pipás, cilinderes illető, hát ez nem tudom. Nem Sherlock Holmes. Na mindegy, és miért van ráírva, hogy Budapest? Legutóbbi nyomozásom ugye, amikor volt ez a Budapest él, láger, meg meggyes, nagyon sokat kellett telefonálgatnom, hogy kiderüljön, hogy egyfelől ugye a zöld pardonosok csinálják, másfelől a Balaton-Szentgyörgyi sörműveknél főzik. Ja, most megnézhetjük, hogy szia uram láger azonos-e a Ria Ria Hungáriával,
Hát nem, talán ez egy kicsit világosabb. Nem azonos. Ez jobb. Úristen, honlapja is van, sziauramsör.hu, és Facebook oldala is van. Ja, várjál, valamelyiknek néztem a Facebook oldalát, és lehet, hogy pont a sziauramsör és a kapcsolódó oldalak között feladott valami anti-antifasiszta oldalt, hogy ilyen baloldal gyűlölők Facebook oldalát. Nem tudom, Gergő, mennyire mélyen merültetek bele ebbe a politikai erőtérbe. Gábor Hopkins szerint egy alsó eresztési sör akkor sör, ha tökéletes ízje áll össze benne a komló keserűje, bla 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 bla. Nekem jobban ízlik a Szia Uram Lager. Hogy de jó lenne, ugye? Erről delirált most Tarlós István, hogyha az ellenzék győzne 2022-ben, akkor ilyen tanácsköztársaság-szerű bosszú hadjárat következne, ugye Tarlós István? És akkor lehet, hogy Recsken indítanának egy tábort, az lenne a Szia Uram Lager. Ott lennének ezek a... És mindenkinek egész évre csak egyetlen nermellény lenne a ruházata. A habtartósága kevésbé jó a Szia Uram Lagernek, mint a Riariának, de az íze nekem jobban tetszik. Tehát a Szia Uram egy 400 forintosabb láger, mint a Riaria, viszont ez meg 3-3-as. Na mindegy. És nézzem meg ezt a megy élt. Jó. Nézzük. Szia uram. Szia hölgyem. Van olyan, hogy szia hölgyem? Szia uram. Ajjaj. Bár végül is az urak. De jó illata van. Színre sokkal sötétebb szerintem, mint a soproni megyesél, de illatra nagyon hasonlít. Ízre. Ízre talán kevésbé édes, és nagyon savanyú. Váratlan fordulat. Hagyjál a szörnyű kimondani. Tudod, én egy kommunista vagyok. Nekem ez a szia uram, ez fáj minden egyes alkalommal. Nagyon savanyú, de legyen is nagyon savanyú. Egy szia uram, megy él. Sose gondoltam volna. Reggel, amikor felkeltem, még nem sejtettem, hogy ma este egy szia uram meggyesélt fogok összehasonlítani egy fruity áfonyással. Egyébként ez a fruity is engem idegesít majdnem annyira, mint a szia uram, mert ugye fruitnak írnák a gyümölcsöt angolul, de ez meg frotie, és az nekem olyan frotírtörő közös, bár angolul nem úgy van a frotír, ha mindegy. Ezzel a kettővel halálra tudnának kínozni. Ennek tényleg ott van ez a két kicsit megpunnyadt szederszem az alján. Szerintem tanulmányozták a morzsibitet, és ők is arra juthattak, hogy a savanyúsága adja. Na jó, öblítsünk egy Szia Uram IPA-val. Tudjuk, hogy ez a Váci úti cím mit jelent, akkor ennek egy jó IPA-nak kell lennie. Minek az illata ez? Valami nagyon durván citrusos komló, de nem citra szerintem, hanem nem is tudom, mintha ebben lenne valami citromhé vagy narancshé. Illatos és ízekben gazdag IPA. 5-2-es. 2021-ig eláll, nem tudom, miért nem akkor ittam meg. Hú, gyerekek, a lejárt sörök. Készül a projekt, van már 5 éves árguszom is hozzá, meg néhány éves palócom. Na mindegy. Ezt nem kell megkóstolnom, mert szép a sör, pont a megfelelő
tempóval szállnak föl a buborékok, amire mostanában rákaptam. Szép a habja, de leginkább nagyon jó az illata. Ez valami citromhéjas, narancshéjas. Lehet, hogy igen. Szívem szerint csinálnék egy sörbuborék trafipaxot, és abból meg lehetne mondani, hogy jó a sör. Fölösleges megkóstolni. Ha ilyen az illata... Nekem nem elég keserű. Nekem nem elég keserű, és az íze már nem olyan illatos, mint a hab illat. De ez a hab illat, ez nagyon érdekes. Igazi komlóbomba töltetem a... Fáj! Szia uram, igazi komlóbomba töltetem az ipát. Micsoda, egy keretén párbeszéd. Na, elvégre Gábor Hopkins nem véletlenül élt annyi ideig Angliában. A keser és aroma komlók tökéletes. Ja, hogy ez akkor Gábor Hopkins? Kéne gyártani Gábor Hopkins action figure-t és Gábor Hopkins babát. Vízárpa maláta, búza maláta komló söré lesz. Hát, ez nem a búza maláta. Igen, hát nem tudom, hogy a búzától általában kicsit zavarosabbak lesznek a sörök. Búzás ipa. Érdekes. Érdekes, de azt mondom, hogy erre a rohadt szia uramra egyszerűen nagyon sajnálom, de nem tudok más mondani. Erre nincs mentség.